Na, hello, szevasztok! Majdnem belenézünk egy nagyon-nagyon érdekes játékba, ami nem más, mint a képen látható Tasty Blue. Röviden tömören, előjáróban csak annyit mondanék erről, hogy még életemben nem játszottam ezzel a játékkal, ilyen felvétel előtt kipróbáltam, hogy minden működik-e, és csináltam is egy teljesen új profilt, úgyhogy nulláról fogunk kezdeni, tehát soha életemben nem vittem még végig ezt a játékot, de néhány évvel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt én ezt a játékot láttam a kedvenc videósomnál, egy külföldi videósnál, aki végigvitte ezt a játékot, tehát sok évvel ezelőtt én láttam végig ezt a játékot, és azóta fáj a fogam erre, már jó néhány éve kívánság listámon volt, így a mostani, mire ezt a videót látjátok, addig már úgyis vége, a mostani Steam őszi nagy vásáron vettem én is ebből egy példányt, nem vártam tovább, és én magam is ki akarom próbálni. Röviden tömören miről szól ez a játék, végtelenül egyszerű, nekem pont az egyszerűsége miatt tetszett meg. Semmi más nem kell benne tenni, mint hogy egy halacskával, mert három darab halacskával, itt ez a három a főszereplő, ez a narancssárga halacska, ez a cápa és ez a delfin. Ezzel a három halacskával enni kell, minél többet kell zabálni. Ennyi a játéknak a lényege. Ez az egy játékszabály van, hogy ami kisebb nálad, azt edd meg. És így folyamatosan nőni kell, és egyre nagyobb dolgokat lehet majd megenni. És amikor sok éve néztem ezt videóban, olyan nagyon-nagyon szórakoztatónak és jópofának tűnt, úgyhogy eljött az idő, hogy én is tegyek ezzel egy próbát. Jó, úgyhogy kezdjük is el. Ja, még előjáróban annyit, hogy a játék Full HD-ban megy, egész egyszerűen azért, mert a játék fix felbontással lett készítve Full HD-ra, szerintem Full HD-ra, tehát ha Full HD fölé megyek, akkor minden betű és minden szám annyira iszonyatosan pici lesz, hogy nem lehet elolvasni, úgyhogy maradunk Full HD-n, és emiatt a videó az csak 1440p lesz, de szerintem teljesen rendben lesz így is. Zó! Kezdjük is el, jó? Ezek a pályák, igen, ez mind különálló pálya. Ha jól emlékszem, a Steam adatlapon azt hitták, hogy 50 pálya van benne, de egy pályát gyorsan le lehet darálni. Szerintem 1-2 vagy 3 perc alatt. Úgyhogy nem egy ilyen hű, de nagyon-nagyon hosszú játék, nem kell ettől így megijedni. Na de, kezdjük is el, így 3 perc után, jó, hogy... Igen, és itt írja is, vannak ilyen kihívások, hogy mennyi idő alatt teljesíted. De én nem a csillagokra fogok menni, hanem arra, hogy megpróbálom végigvinni. Igen, ugye? Tök jó ez a zene. Igen, hát végtelő egyszerű sztori, ugye itt egy fiatal hölgy vette egy ilyen kis aranyhalat, azt hiszem ez az aranyhal, úgy hívják, ha jól tudom, valaki nem akkor, ha nem akkor valaki javítson ki. Zó, úgyhogy tídja is a játék, hogy használd az egeret, a kurzor mozgató nyilakat, a gamepadet, hogy irányítsd az aranyhalat, igen, aranyhal. Egyél meg mindent, ami kisebb, mint te. Ennyi a játékszabály. Úgyhogy pont nekem való, amilyen egyszerű, olyan nagyszerű. És igen, itt vagyunk mi. Igazából ugye, amit írt a játék, lehet egér, most egérrel irányítok, lehet egérrel is, lehet kurzor mozgatónyilakkal, most a kurzor mozgatónyilakat használom. De van egy harmadik metódus, VASD, most a VASD-t használom. Jó, tehát
igazából ez itt tökéletes. Tényleg mindenki úgy irányíthatja, ahogy neki kézzel. De én szerintem maradok az egérnél. Így négy. Hát ott etetnek minket. Ott etetik a kis halacskát. És egyébként, igen, most ki lehet ugrani, ott mutatja a nagy nyíl. Bal oldalon felül láthatod a főszereplő, tehát a hal aktuális méretét, jelenleg ugye 2,97 cm, de már nyilván több, ugye minden többet teszünk, annál több annál nagyobbak leszünk. Nyám, nyám! Hogy... Nyami! Így ne! Hopp! Ennyi volt az első pálya, mondtam, hogy nem hosszúak a pályák. És itt írja is, hogy 161 dolgot ettem meg. 2 perc alatt végeztem, ezért csak egy csillag jár, de mondtam, én most nem arra megyek, hogy minél több csillagom legyen. Ez nem a e-pénisz növelésről szól, hanem hogy jól szórakozzunk. Igen, itt azt írja, hogy a nyíl... A játékban a sárga nyilaska mindig azt mutatja, ami a legnagyobb olyan tárgy, vagy élőlény, amit meg lehet enni. A legnagyobb ehető dolgot mutatja mindig. Én egyébként most egeret használok. Néha van egy kis frame drop, az nem tudom miért van, tesztfelvételnél nem volt. De remélem titeket annyira nem zavar. Nyilván ez ilyen kis, ilyen nagyon mini játék mondhatni, azt hiszem ilyen, ha jól emlékszem, ilyen pár 10 megabájtos, tehát ilyen nagyon-nagyon lightos játék. Már néha egy picit zavaró, de... És most már a nagy halakat is meg tudjuk enni. Csillagokat meg tudjuk... Látod? És már vagy... Majdnem 28 centisre nőttem. 111 dolgot ettem meg. Egy perc volt. Hát azért nem jár csillag, de mondtam, hogy itt nem az a lényeg. Így ugye 3 csillagért 45 másodperc alatt kellene megcsinálni. Azt mondja, légy óvatos a körülötted lévő entitásoktól. Némelyik... Hát bánt, megsebez, hogyha hozzájuk érsz. Ugye itt a... Igen, ez az egyik példa, ugye ezek a rákok, ezek bántanak, tehát azokkal úgy vigyázni kell. Ez a plusz kihívás a játékban, hogy azért vannak veszélyes létformák is. Így. Azért megpróbálok lehetőleg új manőverezni, hogy elkerüljem a veszélyes dolgokat. Most már elég nagy vagyok ahhoz, hogy őket is megehessem. Most már nem fognak bántani.
Ez az. 20 másodperc alatt kéne három csillag. Jó, mindegy. Tartsd lenyomva az egérgombot a boostoláshoz. Á, ez gyorsítás. Tehát... Értem. Jaj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 
Igen! Mist! Madarakat még egyelőre nem lehet megenni. Na majd! Egy kicsit nőni kell! Nagyon jó! Nagyon szórakoztató amúgy! De búvár! Milyen érdekes lesz, hogy majd egy aranyhal megesz egy búvárt, nem? Nem, oroszlán fóka! Azt hiszem oroszlán fóka, nem biztos. Csak mondom, hogy egy méteresre nőttem. Több mint egy méteres aranyhal vagyok már. Hoppá! Hát egy búvárral kevesebb. Kettő búvárral kevesebb. Hárommal, négyel. Hoppá! Rombolunk! Éhes vagyok, hát na. Mik a karthalak? A gyilkos bálna. Más néven Willy. Három méteres vagyok, csak mondom. Három és fél méter. Négy méter. És egy gyilkos bánával kevesebb. Az aranyhal, aki megette a gyilkos bánát. Megtörtént eseményeken alapul. Vigyázzál! Hát ez paláli jó ez a játék. Tényleg nagyon szórakoztató. Meg tudom erősíteni, nem csak videó alapján, de én most, hogy magam tapasztalom, ez nagyon jó. Annyira jó pofaszanék vannak hozzá. Hoppá. A bójákat felzabáljuk. De pont nekem való, látod? Egyetlen játék szabály van. Zabálj, amennyit tudsz.
Ezt nekem találták ki. Aha, most csak a felszínen lehet. Egyelőre csak a sárga csónakokat lehet felzabálni. Ugye minden pályát egy picivel kisebb mérettel kezdünk. Ugye az előbb több mint 4 méterre nőttem, most ugye még nem vagyok 2 méter. Hangok is nagyon jók. Nagyon-nagyon jó pofa. Ez ilyen... egy tipikus olyan játék, ami ilyen agykikapcsolásnak tökéletes. Ó! Ezeket... Oké. Tetszenek a zenék is a játékban, szerintem tök jó pofák azok is. Yummy! 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 Majdnem? Majdnem? Mert ezeket is meg tudom menni. Nem tudom mik ezek, de meg tudom menni. Mist. Haha! Megvan! Semmit nem hagyunk ott. Nem veszhet kárba egyetlen egy étel sem. Aj, de jó pofa! 291. Fisherman Feast, aha. Oké. Először csak a csillagot, meg a szemetet tehetem meg. Meg a rákokat. Jó. Most már a halacskákat is. Növényeket. Tökéletes. 1 méteres vagyok. Ezek izé... sirályok. Majdnem albatrosz mondtam, pedig az egy teljesen más madár. Hoppá! Hát... a halászbácsi Roszkó volt rossz helyen. Előfordulnak halászbalesetek is, nem? Nem tudom, hogy milyen sűrűn, de itt azért előfordulnak. A halászat mindig veszélyes dolog. Várjál! Megvan! Hoppá! Aj, ez a nagyon jó szórakozom. Ennek játéknak pont az a varázs, hogy amilyen végtelenül egyszerű, annyira szórakoztató. Vagyok, 20,4 centi. Ezeket a kis rákokat megehetem. Jó, akkor kezdjük ezekkel. Ugye korábbi pályán már
az a halacska már 4 méteresre is egyszer megnőtt. Centi. Aha, és ilyen, hogyha kicsit megnő a halacska, akkor kizummol a kamera. Na, jó, jó. Van 3 centi, haladunk. Hát ha tovább növekszem, nem fogok elférni ezekben a szűk járatokban. Na, egyre nagyobb vagyok. 78 centi. Látod? Már kezdenek szűkösek lenni ezek a járatok. Na, megvagyunk. Ha tovább ettem volna, akkor beragadok. Na, 2 csillag. Seaweed special. Aj, de jók ezek a zenék. Annyira jó pofa. Jó, itt mit tudok megenni? Á, látom! Á! Igen, egy picit már egyszerűbb lesz. Azt még nem lehet. Nem, még nem. Hopp, most már igen. Kacsákat már megehetem. Meg az üvegeket is nyilván. Most már a rákokat is. Most már a gazokat is. Nézd, milyen szépen fölporszívózok, látod? Látod, milyen szépen tudok takarítani? Tal 81. Na, jó. Scrum, scuba... itt is búvárok lesznek. De most még nem tudom bántani a búvárt, ja. A halakat megehetem. Milyen búvárparadicsomban vagyunk? Adanél mennyi van belőlük. Még nem is sejtik, hogy mennyire békés aranyhal vagyok. Még nem is sejtik. Oha! Na, kicsit még farmoljuk a halakat.
1 méteres vagyok, az már nem olyan rossz. A ládákat már megehetem. Lassan nagyobb vagyok, mint a búvárok. Hoppá! Kettő méter. Álltam az! Wow! Lassan 3 méter vagyok. Meg ez is tenger járműveket simán fel tudom zabálni, de az autókat nem. Senkinek kérdezze, hogy a tenger mélyére hogy kerülnek az autók, nem tudom. Három és fél méter. Kipucoljuk a helyet. Túl sok a turista. Ó, várj, az autókat meg tudom menni. Most látom. Hát tökéletes. Mindjárt megvan az 5 méter. 4,9 méter. Megvan az 5 méter. Hat méter. Jaj, jó pupa. Na, ez már rekord nagyság. Ekkorára még nem hisztunk. Láttál már ekkora aranyhalat életedben? Fogadjunk, hogy nem. Több mint 6 méter hosszú volt. 94 búvárt zabáltam föl. Abban 85-et, 32 autó. Na. Anching Marine. Itt a szemetet esszük meg először. Jó van. Üvegeket. A kisebb halakat meg tudom enni. Itt több különböző méretű hal van, igen, van kicsi, közepes, meg nagy, de még csak a kicsiket tudom megenni egyelőre. De még, most még válogatnom kell. Tudod, most még az elején diétás menü van. Öj. Öj! Öj! Öj!
Aj! És most mindenkit! Most már nincs több diéta, ennyi! Hoppá! De mi mindig, hát tudod, megint előről kezdtük az egyetfejlődés, mert mi megint picik vagyunk. Hát tudom, nem vagyok még egy méter. Miközben az előbb ugye 6 méteresek voltunk, hát gondolom, hogy másik aranyhal lehetett. Na, alakul. Azt írja, hogy mindjárt 2 méterre. Nekem ez inkább olyan 8 méternek tűnik, mint sem. Habár... Amúgy jó, mondjuk azok a sirályok nem olyan hű, de nagy madarak végül is. Ez sokkal többnek tűnik, mint szűk 2 méter. Bocs! Strandoló. Roszkó volt, rossz helyen. Zó. Frog fare. Békák. És a kicsik... Aha, még egyikes sem. Látod? Majdnem 5 cm-es vagyok, 4,96 centi. Most nagyon-nagyon picik vagyunk megint, úgyhogy egyelőre szerintem itt megint lent... Nem, várja csak. Aha, a nagyon kis békákat meg tudom enni. A nagyon piciket. Próbálok úgy enni, hogy közben gyorsítok az úszással, mert ugye, hogyha mondjuk így egy sorban vannak, sokkal többet fel lehet zabálni belőlük rövidebb idő alatt. Azért egy minimális, egy kis precizitást azért igényel a téma. Icipicit azért időzőjelben célozni kell, mert el kell találni az ételt. Bizonyos centi. Á! Le akartam ellenőrizni, hogy íj, ez a halacska az bántott, hogy meg tudom menni a nagyobb békákat is, igen. Csak vigyáznom kell azokra a nagy halakra, mert azok bántanak. Jó, ezt észben kell tartsuk. Ez a zene, ez kész. Az is tök poén egyébként. A halacskák is az enyémek. Nincs több bújdosás. Ennyi. Most a halacskák a fő étel. Még a kannibalizmus akkor is. Ennyi. Monsterfish. Óha! 4 méterről indítunk! És rögtön gyilkos bálnákat kell zabálni! Megeszem a sok Willit! Nézd oda! Vannak...
óriásbálnák, vagy cetek. Nem tudom, hogy melyik. Nem vagyok oceánológus. Ó! Jó napot kívánok! Eltetszett tévedni? Na hát... Oda nézd, nagy ceteket is felzabálom. Na jó, a legnagyobbakat még nem, de ezeket a közepeseket igen. Nézd, milyen picik lettek a gyilkos bálnák. Ja, mert 15 méteresre nőttem, 16 méter. Hoppá! Hoppá! A katonai helikopter. Hopp, még egy katonai helikopter. Au! Ezzel bántanak. A luxus óceánjáró. Mm-hmm. 34 méter. 35 méter, ha jól láttam. Harmincöt méteres aranyhalta, jó isten! Orcas and helicopters! Ó, megint villéket kell lenni! Most 7 méterről indítunk! Vannak megint a katonai helikopterek! Aha, hogyha kimélek a... értem! Kimélek a vízfelszín fölé, akkor küldenek ilyen torpedót, vagy micsodát. Au! Jó, ez még nem jó ötlet. Ilyet benyáltam én is egyet. Láttad a torpedó, hogy kinyírta a másik helikopátert? Hopp! Hopp! Csak 8 helikopátert nyírtam ki. Tömnek érződött. Fish ladder... hal létra? Hát most megint nagyon picik vagyunk. 27,8 centi. Ja igen, másik érdekesség. Ugye most a játék témája az passzoljon, hogy az arckamera a háttérfényét kékre állítottam. Jó. Auá! Ne tessék már bántani. Auá! Ja, értem. És itt most nem tudok még enni semmit, hanem... azt kell csinálni. Jó. Aha. Ouch. Egyet sem tudok itt megenni, csokolom. Auá. Én meg fogok hóni. Nem á. Senkit nem tudok megenni. Csokolom. Ez nem buli. Azt meg tudtam volna. Na mindegy. Itt ez a kihívás, hogy... meg kell várni, amíg jön egy... egy kisméretű... ilyen piros halacska. Ugye? Akit meg tudok enni. De hát nem jön egy sem. Ajj! Ott volt! Elkaplak! Megvagy! Megvagy! És
Ha itt maradok, előbb-utóbb jön még egy olyan, amit megtalálok. Aha. Au! Azt nem tudom, hogy mennyi életerőm van. Ojaj! Szevasz. Nem, őt sem. Ugye piros kerettel jelzi a játék. Au! Piros kerettel jelzi, akit meg tudok enni. Centi. És most mindent meg tudom enni. Most a nagyokat is. Oké. Nincs több kerülgetés. Minden, ami mozog, felzabálom. Ez az. 37. Release the Kraken. Ez jó hosszú lesz, amit látok. 21 cm-ről indulunk. 21 centi. Egyelőre a halacskákat kell itt vadászni. Halál, ilyen jók a zenék. Nem? Az oroszlánfókák elcsönik előlem a nagyobb halakat. Na majd később meg fogják gondolni. Később majd visszakapom azokat a nagy halakat. Hatványozottan vissza fogom kapni azokat. Nem. Nem. Látod? Engem is vadásznak. Most még én vagyok a préda, de nem sokáig. Nem sokáig. Most még azt hiszik, hogy nekem kell menekülni. Egy méteres vagyok, kereken egy méter. Nem, őket még nem tudom megenni. Hogy volt ez? Na mi van? Kérem vissza a nagy halakat! Mondtam, hogy vissza fogom őket kapni! Visszaszerzem! Ej! Ezt is! Hüha! A cápák is vannak! Ó! Jó, most az oroszlánfókákat kell felzabáljam! Az egész populációt egész addig, amíg nem tudom megenni a cápát! Kicsit furcsa hangzik, de ez a helyzet. Nem! Tűnj a francba! Nem! Majd később foglalkozok veled! Vár ki a sorod, jó? Vár ki a sorod! Ne légy türelmetlen! Nézd meg a türelmetlen flótását, nem igaz? Nem! Tessék, felzabálom előled az összes kaját, és ilyen fogsz halni. Így.
ez a B-terv. Addig üldöz, amíg eleszem előle az összes kaját, és neki nem jut már semmi. Na, ez hogy tetszik, haver? Gyere csak! Gyere csak! Nem sokáig fog... Na mi van? Ez már nem tetszett annyira, mi? Ez az. Úgy van. Cápákat is felzabáljuk. Hoppá! Egy halásszal kevesebb. Itt van a nagy bálnák. Vagy cetek, vagy nem tudom. Ámbrász cetek, vagy bálnák, vagy nem tudom. Mondom, nem vagyok tengerbiológus. Pedig amúgy szerintem ez egy szép szakma. Repülő! 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 Világított arany! Mi van ezzel a játékkal? Megőrült! Oh. A nagy szetet is meg tudom zabálni! Tökéletes! Oh, köcsögöm széken! Nagyszerű! Mi az a vitorlás hajó? Ó! Hüha! Hüha! Az egy kicsit még nagy hozzám szerintem. 15 méteres vagyok. Oké. Okay. Eleszi előlem a vitorlás hajókat. Ez nem jó. Hát eleszi előlem a vitorlás hajókat. Hát nem áll. Viszont 7 méter. Nem, azt még nem lehet. Hopp! Nézd meg, felzabálja előlem az összes hajót. Hát... ezt nem élik. Hát nekem nem jut semmi, éjjel fogok halni. Öj. 33 méter? Viselkedjé! Júj! Júj, nem bánt az a nagy polip! Nem tudom meg... ha jól láttam, nem bántott az előbb. Nem, a hajót még csak fellökni tudom, megenni még nem. Negyvenkét méter. 44 méter. Hajót? Tudok enni már hajót? Még mindig nem. 49 méter. Jézusom! Láttál már ekkora aranyhalat életedben? 53 méteres aranyhalat láttál már? Én igen, itt van előttem. Hopp! A vitorlás hajó, legénységgel együtt. Hát ez a hajó rosszkó volt rossz helyen. Ez az. Moby Dick. Ha jól sejtem, szerintem ez az új halacska lesz. Jól sejtem? Nem, most még mindig azzal vagyunk. Á, oké. Okay.
Hello! Pont egy méter vagyok, oké. A pirosokat ehetem meg. Hű, de nagy hal volt az! Hát az nagyon nagy volt! Mikor növök én meg akkorára? Ne! Hú, kaptam egy pofont tőle! Belém kóstolt a nagy hal. Nem jó. Ó! Ezek a tinta halak? Valaki javítson ki a hülyeségeket, mondok. Giant squid. Jó, nem tudom mi az magyarul. Ah, már nem is tűnik ki olyan nagynak. Hát, én is növekszem. Elzabálja előlem a kaját! Nem sokáig. Már nem sokáig! De vigyázni kell. Jó, hogy itt van a gyilkos bán! Ja. Igen, nem árt néha egy picit jobban körbenézni. Hoppá! Hát igen, most már nem olyan nagyok. Na jó, az ott nagy. Az ott nagy. Előbb-utóbb én is akkorára fogok ám nőni. Azaz? De csak várjál csak! Aj, én is tudok hajókat enni! 61 méter! Hoppá! 97,5 méter a vége! Majdnem 100 méteresen nőttem! Láttál már 100 méteres aranyhalat? Tale of a Goldfish. Egy aranyhal története. 8 mm. Itt az egész történetet akkor újra játsszuk. Akkor ez az utolsó misszió az aranyhallal, ugye? Tehát ez ilyen összegző pálya lesz. Jó, nincs ellenemre. Egész 8 centi. Yummy! Bírom, amikor néha azt mondja, yummy! Oh, okay. Hello. Mindjárt feltakarítom a tengerfenéket. Túl sok ott a szemét. Nézd meg. Porszívózás. Hoppá! Hoppá!
Megvan? 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 Jó, az még túl nagy nekünk. Aha, jönnek a búvárok, oké. Hoppá! Hát ha én itt úszkálnék, és látnám, hogy az orrom előtt egy aranyhal egyszerre felzabál egy tucat ilyen nagy halat, hát én menekülnék, azonnal menekülnék. Bár valószínűleg akkor késő lenne, igen, késő lenne, mert engem is felzabálna. Ops! Ciao! Ciao! Íh, a gyilkos bána az még, igen, az még picit veszélyes. Karthalakat gyorsan. Három és négy méter, kerekítve. Hüha! Hüha! Na most meg tudjuk enni a gyilkos bálnákat, a sok-sok vilit. Éhes vagyok, hát most na. Kicsit mohó voltam. Öj, enye. Öj. Megjöttek a katonai helikopáterek. Nézd meg a Willy bálnák mennyire picik már, alig lehet őket látni. Aua! 28 méter. Az utasszállító! Uha! Tenger alatt járók küldik a torpedókat. Ebben még bajunk lehet. Jó, nyugalom. Csak együnk. Kerüljük el a torpedókat, és szabáljunk többet. Ott van 5 méter. Aua. Nyolc van méter. Aua. Ultimate destruction. Mennyi volt? 180 méter? I overfish... Azt mondja, túlletettem a halat, amit eladtál nekem. És ott teszi a nagy hajókat. Na és mit tegyek vele?
és a tulajdonosokat is megette. A mamám meg fog ölni. A táblán az állt, hogy ne etes túl. Ja. Steam Achievement, Goldfish Freed. Ez jó volt. Tök, mondom, tök jó pofák a zenék benne. Úristen. Na hát, az aranyhalacska az élete során 700, na kereken 700 dolgot zabált meg. Köztük volt néhány utasszállító repülőgép is, tengeralattjárók, világító torony, apróságok. Zó! Na, én azt mondom, innen fogjuk folytatni a következő részben, mert a következő részben egy másik halacskának az életútját fogjuk végigkísérni. És... remélem, hogy tetszik nektek ez a játék, mert nekem baromira bejön. Nekem nagyon-nagyon tetszik, én baromi jól szórakozom rajta. Ez volt az aranyhalacska története, és nem tudom, vagy a cápával, vagy a delfinnel fogjuk folytatni, még nem tudom, majd következő részben kiderül. Aztán természetesen várom a véleményeteket komment formájában, hogy nektek tetszik-e ez a játék, játszottatok-e már vele, vagy tervezitek-e ezek után kipróbálni, csak ajánlani tudom, ilyen tök jó kis agy kikapcsolós, könnyed szórakozás. Szerintem baromi jó. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!